Nézzétek! Napba törtetően, mint épít büszke kupolát. Egekbe lendül lelke, karja, kőhomloka, érc akaratja, győzedelmesen lendül magasba, és mélységekbe száll tovább. Juhász Gyula Himnusz az emberhez című versét adta elő a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egyik diákja. Az intézmény a Bonyhádi Német Önkormányzat és a Tolna vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségével közösen tartott megemlékezést a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján. 1945 őszén megkezdődött a magyarországi németek elüzetése. 200 év minden teljesítménye vált semmisé, több évszázadnyi ittlét után jogfosztottak, elűzöttek és hazátlanok lettünk a magunk választotta, együttesen felépített hazánkban. A magyar történetírás évtizedig azt az álláspontot képviselte, hogy a magyar kormány a magyarországi németek elűzésében a szövetséges nagyhatalmak kötelező érvényű szabályzatának nyomására cselekedett. Ma már tudjuk, hogy mindez nem fedi a valóságot. A svábok elűzéséről az akkori minisztertanács az 1945. december 22-én megtartott ülésen döntött, a svábok egy batyúval jöttek, és egy batyúval kell, hogy elmenjenek. És mindezen jogfosztások ellenére magyarországi németek a kitelepítő vasúti vagonok oldalára ezt írták: mi mégis magyarok vagyunk. Ezek a feliratok is egyértelműen azt tanúsították, hogy mi svábok már akkoriban is édes hazánknak tekintettük Magyarországot. A lebombázott, éhező Németország nyugati, majd később keleti részére érkező magyarországi németeket nem fogadták kitörő örömmel. Jelzi ez azt is, hogy az akkori német polgárok azt mondták rólunk: megjöttek a magyar cigányok. De keserű sors várt az itthon maradottakra is, teljes jogfosztottság, elnyomás. A német szó, a német név olyan hátrányt jelentett a háború után, hogy tehetséges fiataljaink boldogulása nagyon sokszor szenvedett csorbát emiatt. Az eseményen Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere is beszédet mondott. Ebben a gimnáziumban 1995 óta emlékezünk meg a Málenki robotra elhurcoltakra. Ebben az évben került az emléktábla felhelyezésre a gimnázium homlokzatára, amelyet azóta is minden évben megkoszorozunk, és így tesztük ezt majd ma is a mai ünnepség keretében, a későbbiekben. És ami számomra ezeken a megemlékezésen a legemberibb volt az elmúlt időszakban, az az, hogy azokkal együtt tudtunk emlékezni, azzal a néhányal, akik hazatértek, akik túlélték mindezt a borzalmat. És ma már sajnos ez nincs így, nem lehet így. Hiszen tavaly májusban Schmidt-Herrich néni, Lizi néni is elhunyt, ő volt az utolsó bonyhádi túlélő. Ha végig gondoljuk az ő történetét nagyon röviden, akkor nem tudom, hogy fogalmazhatunk-e úgy, hogy szerencsés volt, hiszen nagyon szép kort élt meg, 97 éves volt. 1947 júliusában szabadult a lágerből, 2,5 év után. Sokaknak ez nem adatott meg, mert egyrészt vagy soha nem térhettek haza, hiszen nem élték túl, vagy több mint 5 évet is raboskodtak és fogságban voltak. Mondhatjuk, hogy szerencsés volt? Szerintem ő is áldozat volt, ugyanúgy, mint akik elhunytak. És azt gondolom, hogy nekünk rá és mindannyiukra emlékeznünk kell még nagyon sokáig ahhoz, hogy a mi közösségünk olyan erőben legyen, ami mindannyiunk javát szolgálja. A rendezvény zárásaként a résztvevők megkoszorúzták az emlékműveket.